Nem támogatja a kormány a pedagógusok munkaterheinek csökkentését, ezt Balogh Zoltán mondta az ATV-ben. Közben folynak az április 15-i kétórás figyelmeztető sztrájk előkészületei. A szakszervezet ugyanakkor jelezte, a klikkelnökének diktátumát figyelembe véve arra kérik az iskolákat, hogy reggel 8 és 10 óra között biztosítsák a diákok felügyeletét. Mendrei László vendégem, jó estét kívánok. Gondolom, hogy látta Balogh Zoltán miniszter urat, amikor nyilatkozott Mészáros Antóniának a hétvégén, pénteken a Szabad Szemmel című adásunkban. Hát ő azt mondta, hogy szerinte nincs most már arra lehetőség, hogy például munkaidő terheket csökkentsék. Ez az egyik fontos pont a követelésükben. Van-e így egy ilyen kijelentés után ön szerint előrelépés, vagy tovább lépési lehetőség? Hát én életnyilag láttam ezt az interjút, ezek után azt gondoltam, hogy hát Balogh úr beállt itt a PDS kampánystábjába, és segíti a pedagógusokat abban, hogy minél többen szüntessék be a munkát pénteken reggel 8 és 10 között. Ilyeneket kijelenteni, azt gondolom, hogy hát nem helyes. De igyekeztem a legjobb kifejezést megtalálni. Már csak azért sem, mert Balogh úr és a pártja 2010-ben igen hatékonyan használta azt a akkori igen reprezentatív felmérést, amely kimutatta, hogy a 22 óra kötelező óra megtartása mellett a pedagógusok heti átlagos munkaterhelése 51,5 óra. Azóta ez a 22 óra emelkedett, ugye 22, 26, 32, ismerjük ezt a számsort, nagyon sokat beszélünk erről, és ehhez hozzátartozik az is, hogy a mi méréseink szerint ez a mostani munkaterhelés jóval 60 óra fölött van, de jellemző az a tény is, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar által végzett felmérés, az egyik tisztségviselői által végzett saját egyéni felmérése, és jóval 40 óra fölötti munkaterhelés mutatott ki. Mit számol és hogyan? Ha az előbb félreérthető lett volna, szóval Mészáros Antónia műsorában, Bombera Krisztina műsorvezető kérdésére azt felelte a miniszter, hogy a pedagógusok munkateher csökkentésébe sem tudnak ugye belemenni, mert az OECD és más nemzetközi felmérések alapján a magyar pedagógusok óraterhelése így is az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, és ennél lejjebb nem fogunk tudni menni. Tehát önök sokkal kevesebbet dolgoznak, lefordítom a miniszter úr szavait, mint az Unióban bármely más pedagógus. Így van, erre szokták mondani, hogy a hír igaz, de a mi ismereteink szerint például a napközis foglalkozásoknak a mérése, azoknak annak a terhesnek a mérése nincs benne ebben a felmérésben, másrészt pedig meg kell nézni azt, hogy milyen körülmények között és milyen feltételek mellett dolgoznak azok a pedagógusok, akikre annyiszor hivatkozunk. Tehát én nem állítom azt, és nem tudok vitatkozni a miniszternek ezzel a kijelentése, hogy a felmérés tényszerűen ezt mutatja, ugyanakkor a tényszerű a másik felmérés, ez egy hazai reprezentatív felmérés, az 51,5-et mutatta 2010-ben. Nem véletlen, hogy évek óta követeljük a kormánytól, pontosan az emberi erőforrás miniszterétől, hogy ismételjék meg ezt a felmérést. Lássuk, hogy valójában mennyit is dolgozik ez a pedagógus, mert ugye nagyon-nagyon sokan, majdnem azt mondtam, hogy mindenki, tehát ez nem így van. Sokan vannak még ebben az országban, azt hiszik, hogy na, ennyit, 22-26 órát dolgoznak, azt mennek haza, és akkor egyébként semmit sem csinálnak. Nyáron meg 3 hónapra elmennek az antillákra pihenni, Nehéz lenne így megtanítani a gyerekeinket, hogyha ennyi energiát kellene csak belefektetni, az biztos. Persze. Mondjon nekem valamit erről a 15-i sztrájkról, az, hogy a klik elnökének diktátumát figyelembe véve arra kérik az iskolákat, hogy biztosítsák a felügyeletet 8 és 10 óra között. Ez mit jelent? Milyen diktátumot ezt kaptak? Kicsit visszamennék az időben, február 13-ára, 13-ig lehet látni, van egy szerves építkezés. Tehát 13-án volt az úgynevezett esernyős tüntetés, több tízezer pedagógussal, nem tudom, hogy konkrétan, több tízezer résztvevővel, nem tudom konkrétan mennyien voltak. A Kossuth téren is kivetett a március 15-i, ahol sokkal többen voltak, arról van adatom, azt hiszem 64 ezerről szól egy, nem tudom mennyire hiteles felmérés, mennyire nem. És ehhez jönnek azok a folyamatos szakmai követelések a különböző pedagógus szakmai szervezetektől, ilyen a Tanítanék Mozgalom, amelyik komoly támogatottsággal rendelkezik, ilyen a civil közoktatási platform, több mint 50 tagszervezet, és hát ne feledkezzünk el természetesen a szakszervezetekről is, amik mind-mind azt mondják, hogy itt rendszer szintű változásra van szükség. Hát ezt a miniszterelnöknek sikerült úgy minősíteni, hát olyan vicces ez a követelés, tehát nem is értő, hogy miről van szó. Egyébként meg, hogyha akarunk bármit is, akkor üljünk be abba a kerekasztalba, ahol a kormány és a barátai jött szépen elbeszélgetnek egymással, és megegyeznek sok mindenben, csak a valódi problémáról, a rendszer szintű átalakításról nem esik szó. Nem lehet, ezért jutottunk. Akkor ezt felírom, és majd visszatérünk ide. Ezért,
Ezért jutottunk el odáig, hogy most már sztrájkot kell hirdetni. Ez a sztrájk, ugye ez kétfajta sztrájkbizottság van, van a pedagógusok szakszövetének a sztrájkbizottsága, amelyik áll a pedagógusok szakszövetéből, az oktatási vezetőből és a szakképzési szakszövetőből, és van a PDS-nek a sztrájkbizottsága. Mind a ketten meghirdettük ezt a sztrájkot, úgy tűnik, hogy a PDS által meghirdetett figyelmeztető sztrájk, a feltételei adottak. Hát ez a diktátum az azért diktátum, mert Pölöskei Gábornék közölte, hogy szerinte ez alatt a figyelmeztető sztrájk alatt a gyerekek felületéről gondoskodni kell. Mi ezt nem vitattuk. Ezt akartam kérdezni, hogy önök úgy gondolták, hogy ez a két órára szélnek keresztik a gyerekeket? Nem gondoltuk úgy, de van más megoldás is természetesen, tehát egy hosszabb előkészítés során ezt meg lehet csinálni, megoldható az, hogy ez másképp működjön. Most itt rövid volt az idő, és azt lehet látni, hogy a kormány arra játszik, hogy húzza ezt az időt, hiszen alig 6-7 kicsivel több van még hátra a tanév végéig, és akkor kifújhatják a levegőt, föltehetik a lábukat az asztalra, mondva, hogy végeztünk. Nem így van. Itt azért sajnos tolódik a helyzet odáig, hogy most van ez a figyelmeztető sztrájk, mindenféle jogszerű feltételen megvan, meg fogjuk tartani. És akkor jön 20-a? Az a kérésünk a szülők felé, hogy, és a támogatóink felé, hogy ha lehet, akkor oldják meg a gyerekeknek a felületét 8-10-re. Tehát vigyék 10-re. Így van, hogy ha ezt meg tudják tenni, nagyon köszönjük, ha nem, akkor mi meg fogjuk ezt oldani az iskolán belül. Van 20-a, ami pillanatnyilag egy olyan akció, amelyiknek a jogi garanciái az én ismereteim szerint még nem adottak. Erről tárgyal a pedagógusok szakszövetének a sztrájkbizottsága. Amennyiben itt nem fognak tudni megegyezni a klikkel, és ahogy Balogh Urat hallottuk, ő azt mondja, hogy ugyanolyan feltételeket kell biztosítani, mint egyébként a figyelmeztető sztrájknál. Ez egyszerűen nonsens, hiszen nem lehet, hogy sztrájkolni közben egyébként még dolgozatot is írhatunk, meg feleltetünk, meg esetleg fekvőtámasztoztatunk, tehát itt azért látni kell, hogy van egy nagyon komoly kormányzati erőfitoktatás, időhúzás és egy olyan szándék, amelyek ezt a lendületet eliminálja, nem fog sikerülni, ebben biztos vagyok. Szóval amikor a kerekasztalt említette, akkor gyorsan felírtam, hogy kerek, hogy el ne felejtsem. Mert hogy ez a kerek. Igen, kedves Artúr, mert hogy úgy fogalmazott ön, hogy a kerekasztal, ahol a kormány jól elbeszélget a barátaival, hogy biztos nem lehetne ezen az egészen fordítani úgy, hogy menjünk oda, és hogyha oké, hogy ott vannak a barátaid, akkor ott vagyunk mi is, akiket mondjuk nem tekint a kormány barátoknak. Szóval nem lenne mégiscsak racionális lépés elfogadni ezt a kerekasztalt, legalább egyszer kipróbálni, bár őt egyszer kipróbálta, csak azóta már egy számtalan fordulója volt ennek, hogy akkor ott érdemi kérdéseket felvetni. Na akkor ember, mondjál valamit, vagy mondjon valamit arra a pontra, hogy... Hát egyrészt az a kerekasztal, amit én kipróbáltam, az négyszögletes volt, de most hagyjuk a mérteni formákat. Tényleg mindent meg lehetett kérdezni, csak az derült ki, hogy mindenről lehet beszélni, csak az eredmény az lesz, amit a kormány kitalált. Tehát amit ők megfogalmaztak, és ezt annak rendje és módja szerint megszavaztattak. Visszafordítanám a kérdést. Nem lehetne az, hogy mondjuk holnap, mert holnapra hívta a civil közoktatási platform 10 órára a Magyar Újságírók Szövetségének a székházába a kormány delegációját, hogy egy valójában olyan delegáció jelenik meg, remélem megjelenik egyáltalán bárki, de olyan, aki kompetens, aki képes döntés hozni, tehát aki elfogadható, aki ebben az ügyben kompetens, így van, tehát lehet vele beszélni. Nem lehet, hogy esetleg ők mennek el, és üljünk le. Mit akartok, fiúk, mondjátok el, fiúk, lányok, mit akartok, mondjátok el, beszéljük meg, és akkor utána, akkor, amikor ez a párbeszéd megindul, akkor utána van annak értelme, hogy valamilyen módon gondolkodjunk itt. Ha rajta múlik, mindenki asztalhoz ül. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.